A V4-ek házelnökeinek jövő péntekre tervezett pozsonyi találkozója elmarad, mert a cseh és a lengyel házelnök bojkottot jelentett be a magyar kormány orosz politikája miatt, ezt írja a hvg.hu. Ráadásul a cseh képviselőház elnöke szerint Magyarország az EU-ban Oroszország trójai falova. Vendégünk a témában is vonalban van Tóth Bálint László, az MCC politika tudományi műhelyének kutatója. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat. Nos, hát elég súlyos vádak ezek cseh oldalról. Minek köszönhető, hogy ilyen szinten, hát úgymond elfajult a kommunikáció a felek között? Először is, tehát ami a diplomáciai metanyelvet illeti, szerintem a négy oldalú házelnöki találkozó teljes lemondása, tehát az esemény elhalasztása, még mindig a kisebbik rossz Magyarország is a V4 jövője szempontjából. Tehát a csehek és egyébként a lengyelek döntése ugyanis arra enged következtetni, hogy a magyar féllel nem szívesen mutatkoznak ugyan együtt a jelenlegi helyzetbe, de maga a visegrádi együttműködés és a V4 formátumú együttműködések fontosak, nagy presztízsel bírnak a számukra, tehát jobb egy elhalasztott házelnöki találkozó, mint egy nehézkes, feszült, eredménytelen vagy hát ilyen izzadságszagú megbeszélés. A magyar diplomácia számára egyébként a legkínosabb és a magas szintű nagypolitikai V4 együttműködésre nézést is a legkedvezőtlenebb az lett volna, ha alacsonyabb beosztású küldött révén képviseltetik magukat a lengyelek és a csehek a házelnöki találkozón. Tehát azzal ugyanis azt kommunikálták volna, hogy lehet a magyaroknak mi is a V4 fontosak vagyunk nekünk, viszont sem ők, se a visegrádi együttműködés magas szintű egyeztetései úgy, ahogy vannak, nem számítanak jelenleg. Ami a politikai kommunikációt illeti, amit ön is említett, azokat a megállapításokat, most ilyen tekintetben egyértelműen a belpolitika, valamint az Európai Uniós politika vonatkozásában érdemes figyelni. Tehát a kommunikáció vonatkozásában kiemelném, hogy itt ugye kifejezetten a magyar kormány idézőjel orosz barát politikájára hivatkozva mondták vissza a részvételüket. Igen. De volt egy, ennek a történetnek előzménye is vannak 2022 márciusában, még a Magyarország gyűlési választások előtt, amikor hazánk látta el a V4 soros elnökségét, ugye le kellett mondani egy védelmi miniszteri csúcstalálkozót, egy V4-es védelmi miniszteri csúcstalálkozót, mert a cseh tárca vezető lemondta az útját arra való hivatkozásra, hogy a magyar kormánynak, hogy is mondta, hogy fontosabb az olcsó olaj vagy energiahordozó, mint az ukránok vére, és akkor a jog és igazságosság, tehát a lengyel kormánypártban politizáló lengyel védelmi miniszter is az ukrajnai orosz invázióval kapcsolatos retorikája miatt, magyar retorika miatt mondta le a részvételt, viszont idén októberben igen, megtartották a visegrádi négyek államfőinek csúcstalálkozóját Pozsonyban, ahol mind a négy elnök elítélte az orosz agressziót és kiállt Ukrajna mellett, és nagyon sikeresnek tekintették a csúcstalálkozót, eredményesnek, hiszen megtört a csend, szimbolikusan is tettek mezén is megerősítették elkötelezettségüket a V4 formátumú nagypolitikai együttműködés folytatása iránt. Tehát ezeket mindig így kell értelmezni az aktuál politikai folyamatoknak a tükrében. Jelenleg, hát a pár nappal ezelőtt történt a rakétabecsapódások lengyel területen, erre mindenképpen reagálni kellett a belpolitika, a saját lakosság, a saját szavazóbázis megnyugtatása és szimpátiájának megtartása vagy elnyerése érdekében is. Ami a pártpolitikát illeti, hogyha megengedi még, igen, ehhez igen, kiegészíteném, hogy a cseh házelnök asszony, bizonyos Makréta Pekárová Ádámová többször is bírálta már Orbán Viktor magyar miniszterelnök politikáját, de tehát a pártja, a házelnök asszony jobboldali liberális európai néppárti pártja, a úgynevezett Top 09 párt, nem valami jelentős Csehországban, tehát 14 képviselője van a 200 fős képviselőházban, és 6 mandátummal bír a 81 fős szenátusban. Egyébként a történelmi gyökerekkel rendelkezik ez a párt is, mert a Kereszténydemokrata Unió és a Csehszlovák Néppártból váltak ki, és hát ilyen szimbolikus vezetője
az a Karel Schwarzenberg, aki a Václav Havel egykori elnöknek a jobb keze is volt, és külügyminiszteri tisztséget is betölt, és ő is köztudottan, nincs jó véleménnyel se Orbán Viktorról, se egyébként Andrej Babis volt sem miniszterelnök politikájáról. És ugye ő szerette volna a kalózpárti Olga Richterovát maga helyett küldeni, mármint a házelnök asszony, Margrethe Pekarová. Viszont mégis úgy döntött, hogy inkább teljesen lemondják a részvételt. De az, amint már említettem, a diplomácia nyelvén még rosszabb lett volna Magyarország számára, hogyha egy alacsonyabb rangú képviselőt küld maga helyett. Ugye ez az említett kalózpárti hölgy alelnök, a cseh képviselőház alelnöke, ugye abban a pártban politizál, amely ugye szintén vérmes kritikusa a magyar kormánynak. De a cseh szenátus, tehát felsőház elnöke, a Miloš Vystrčil is lemondta a találkozót. Igen. Ő viszont a Spolu, tehát az Együtt Hármas Pártszövetség legerősebb pártjához, az ODS, tehát a Polgári Demokrata Párthoz köthető. A házelnök asszony pártja is ebbe a pártszövetségben van, de ott az egyik legkisebb résztvevő felett képviseli. Tehát ez a Polgári Demokrata Párt színeiben politizáló szenátus elnök gyakorlatilag véget vetett annak a taktikai hallgatásnak, amellyel a Fidesz-szel korábban jellemzően barátságos ODS, tehát a pártja mindez idáig következetesen viszonyult. Tehát gyakorlatilag a cseh politikát megosztotta a magyar. Igen. Magyar kérdés. Politikához, így van, tehát a magyar kormányzat által vitt EU-s és egyéb Oroszország például, vagy geopolitikai kérdésekben vitt politikája, és az ODS, tehát a jelenlegi kormánykoalíció legerősebb tagja, miniszterelnököt adó tagja is eddig hallgatott, és nem szállt bele ebbe a vérmes kritizálásba, ezzel de vajon akkor, megkezdődött. Igen, de akkor vajon egységesen ezt képviselik a cseh kormányzati erők, vagy azért még mindig lehet megosztottság így köztük a magyarokhoz való viszonyban? Elképzelhetőnek tartom, hogy továbbra is fennáll a megosztottság, viszont a politikai kommunikáció szintjén feltétlenül most reagálniuk kellett a hét eseményeire, és ezzel szemben hogy a magyar kormány, mivel következetesen mindig a szankciók ellen kommunikál, bár elfogadja az Európai Unió, Oroszországgal szembeni Európai Uniós szankciókat, azoknak a hatékonyságát kétségbe vonja, nemzeti konzultációt hirdetett meg ezzel kapcsolatban Magyarországon. A cseh közvélemény számára ez nehezen kommunikálható. Tehát azt egyetlen csehországi politikus vagy lengyelországi politikus sem tudja és sem kívánja megmagyarázni a saját választóinak, saját állampolgárainak, hogy a mi régi V4-es cimboránk, barátunk, szövetségesünk, történelmi szövetségesünk kormánya jelenleg az orosz kártyával igyekszik az Európai Uniós tárgyalási pozícióit erősíteni, hiszen szüksége van az Európai Uniós forrásokra, amelyek neki járnak, de ugye nem folyósítják Magyarországnak, hazánknak ezeket az összegeket, és elképzelhető, hogy a magyar kormány kommunikációja, retorikája az Oroszországot illető szankciók vonatkozásában és az ukrajnai agressziót illetően egy ilyen zsarolási potenciálnak feleltethető meg, tehát hogy mi tudunk vétózni szankciókat, ezért cserébe szeretnénk kérni a nekünk járó forrásokat, hogyha már megtesszük a kért módosításokat a jogállamisági kérdéseket illetően. Tehát lehet, ez még a magyar közönségnek is nehéz, ugye ez egy politikai játszma Európai Uniós szinten elmagyarázni, hát még a cseheknek és a lengyeleknek, ugye, akik nem is tudnak ezzel a helyzettel azonosulni, bár megjegyzem, a lengyelek sem kaptak még egyetlen egy eurócentet sem a nekik járó hát Európai Uniós forrásokból.
Igen, és hát ugye emiatt is volt az, hogy Morawiecki lengyel miniszterelnök elkezdett közeledni ugye szeptemberben még a magyar kormány felé, és hát kijelentette, hogy próbál visszatérnek a V4-ek együttműködéséhez, és most ezt látva azért furcsa a lengyeleknek is a visszakozása a mostani helyzetben. Hát ehhez annyit tennék hozzá, hogy a Zbigniew Rau lengyel külügyminiszter is leszögezte, hogy a visegrádi csoporton belül a tagországok ott működnek együtt, ahol konszenzus van. Tehát úgy kell értelmezni gyakorlatilag a visegrádi együttműködést, amelynek ugye a főbetületei az évek alatt folyamatosan változtak, és a hangsúlyok időről időre eltoroltak, mint egy platform, mint egy formátum, és ez nem egy célzott, specializálódott, szakosított nemzetközi szervezet, hanem ez egy diplomáciai, külpolitikai eszköz, aminek a tartalma az folyamatosan időre-időre változik. Uh-huh. Tehát most az, hogy a nagypolitika szintjén, a diplomácia magas szintjén egy kicsit elhidegülnek a kapcsolatok. Ez nem jelenti azt, hogy szakpolitikai szinteken ne folytatódna a V4, ez a négy kelet-közép-európai ország együttműködései máron több mint 3 évtizedes együttműködése egy brand. Ez már egy márka. Amire a V4 jelzőt ráütik, az mindenki tudja Európán belül, hogy ez a négy kelet-közép-európai egykori szocialista ország, ugye az EU csatlakozások éllovasai 2004 előtt, a tagjai, és különös tekintettel a belbiztonság, a határellenőrzés, a menedékjog, a közös infrastruktúrális projektek, például a vasúti vagy egyéb közlekedési projektek, autópályaépítés, stb. Megtervezése és kivitelezése, és elsősorban a kulturális tudományos oktatási együttműködés áll az V4 összetartozás homlok terébe igazából. Hát ennek ugye létezik V4 alap, tehát visegrádi alap pozsonyi székhellyel, négy ország ennek a költségvetését közösen állja, van ennek titkársága, amit szintén a négy állam delegál oda tagokat. Tehát ez egy olyan dolog, ez a V4, amit sokan mondják, hogy az ukrajnai agresszió, Oroszország ukrajnai agresszió oltárán feláldozódik a visegrádi együttműködés. Ez olyan tekintetben az aktuális helyzetben értelmezhető kijelentés, csak és kizárólag, hogy a magas szintű politikai, nagypolitikai egyeztetéseket elnapolják, uh-huh. vagy nem tartják meg, lemondják politikai okokra hivatkozva. De alsóbb szinteken, szakpolitikai szinteken ez az együttműködés már olyan régóta fennáll, és olyan szövevényes és kiterjedt nemzetközi hálózattal rendelkezik, hogy ezt nem lehet megszüntetni egyik napról a másikra. Az tény, hogy itt bizony van izmozás a diplomácia tekintetében, tehát egy kicsit elhidegült most a V4-es egyeztetés, a magyar miniszterelnök viszont demonstrálta tegnap Belgrádban azt, hogy nem szigetelődött el az európai politikában, hiszen az osztrák kancellár és a szerb elnökkel egyeztetett éppen, és most ő a dunai népek együttműködését emelte ki a kommunikációjában, ami egy válaszreakció arra, hogyha nem a kelet-közép-európai négy országnak az együttműködése van ma homloktérben, akkor mondjuk legyen a dél-kelet-európai dunai népek együttműködése, mi abban is örömmel részt tudunk venni, tehát mindig aktuálisan a jelenlegi geopolitikai, stratégiai helyzetnek és körülményeknek megfelelően kell válaszolni a kérdésekre. Na akkor ezek szerint a V4-ek együttműködése volt is, van is, és várható a jövőben is a mostani politikai nézet eltérések ellenére is. Nagyon szépen köszönjük Tóth Bálint Lászlónak ezt a értelmezést és elemzést. Minden jót kívánunk viszont hallásra. Minden jót viszont hallásra.